Gondoltam, megörökítjük, hogy megpróbálom megjavítani a fejesemet. Gyakorlatilag két dolog kell hozzá, egy kis olló, meg egy kés. Arról van szó, hogy beszart a kábel, és ezzel már biztosan többen is ezt belefutottak, hogy a jó megkedvelt fülesüknek tönkre ment a hangja. Most nem kell kétségbe esni és elszaladni, gyakorlatilag venni egy újat. Mindössze annyi, hogy elvágtam a megfelelő helyen a kábelt. A megfelelő hely az az, ahol el van szakadva, tönkre van menve, ez általában látszik kívülről. Ha nem, akkor szopás és meg kell keresned. A legrosszabb esetben szerzel egy vadi új kábelt és kicseréled a régit. Nekem most elég volt annyi, hogy szépen elvágtam ott, ahol el volt törve gyakorlatilag az egész. Leszeded róla a borítást. Igazániból, ha van egy blankolód, akkor sokkal könnyebben megúszod ezt a projektet. Nekem nincs, úgyhogy késsel, konyhakéssel szépen körbevágod a kis műanyag részt, és kiszedett belőle a benne lévő cuccokat. Ez fülesenként eléggé változó lehet. Nekem 4 darab van, mert sztereó plusz mikrofon. Isten igazániból mindegyik tök jól megkülönböztethető egymástól, tehát nem fogjátok összekeverni. Ott mutatom, ott is el van törve egyébként a kábel. De szerintem az ott még teljesen jól érintkezik, azt majd legközelebb fogod tönkre menni. Hát egyelőre a mostani részt javítjuk ki. Szóval szépen körbevágod a cuccot, és mivel nekem eléggé régi, meg van merevedve a műanyag, ezért majdhogy nem el tudod törni az egészet úgy, ahogy szeretnéd. És könnyedén le tudod róla húzni a cuccot. Boing. És akkor gyakorlatilag szétszálazod, ami benne van. Ne haragudjatok a kamerát, azt így a billentyűzetre egyensúlyoztam rá, hogy látszódjon valami. Úgyhogy nem a legegyszerűbb megoldás, és nem igazán esett kézre alárakni, ezért nem mindig látszik, hogy mit csinálok, de azért igyekeztem úgy összevágni, hogy csak a lényeg legyen rajta. Tehát gyakorlatilag most látható, hogy kettészöttük mind a két felét a kábelnek, szétszálasztuk, ott van a 4 benne lévő kis kábelecske, ezeket kell összetekergetni. Aztán rájöttem, hogy jobb, hogyha hosszabbra hagyjuk a cuccot, hogy könnyebb legyen összetekerni. Igazániból minél ügyesebb vagy, annál rövidebb is elég. Mivel én béna vagyok, meg bumszlikezű, ezért igyekeztem minél hosszabbra hagyni ezt az egészet, hogy könnyen össze lehessen tekergetni. Illetve aki ügyesebb nálam, ez megpróbálhatja úgy összetekerni ezeket a szálakat, hogy szembenézzen egymással a két kábel. Én béna vagyok, és nem volt kedvem vele szopni, és nincsenek ilyen esztétikai problémáim, ezért egymás mellé raktam a kettőt, és úgy tekertem össze, ez már meglátjátok, hogy mennyire bűronda, viszont a célnak megfelelő, és baszott jól fog szólni. Úgyhogy mindjárt láthatjuk a tekerést. Ha szépen egymás mellé rakod és összetekered. Ugye ha egymással szembe lenne, és úgy tekerném össze, akkor sokkal szebb lenne a végeredmény, viszont sokkal nagyobb szopás megcsinálni. Meg lusta vagyok, és célorientált, úgyhogy egymás mellé rakom és összetekerem. Ezért fog egy nagy bumszli lenni a végén az egész. No! És ezután fog jönni a nagy trükk, miután összetekergettétek. Minél jobban összetekeritek, annál valószínűleg, hogy jó lesz a végeredmény. Aki nagyon pengés vannak otthon cuccai, akkor nyugodtan összecínezheti. Akkor nem is kell még ennyire tekergetni se. No, hát nekem cínezőm sincs, úgyhogy marad a tekerés. És biztosan vagytok sokan, akik már esetleg próbáltatok ilyet. Jó, lehet, hogy nem is olyan sokan. Mindenesetre itt jön a trükk, hogy ezek le vannak lakkozva, ezek a kábelek, és hiába tekered össze, nem érintkezik. Úgyhogy meggyújtod a faszba az egészet, leég róla a lak,
és faszán fog érintkezni a drót. Úgyhogy, hogyha öngyújtó nélkül csak úgy összetekered, akkor rohadtul nem fog szólni a fülesed. Ez azért van, mert lelakkozzák ezeket a kábeleket, és itt hiába tekered össze, rohadtul nem fog érintkezni, mert a lakréteg az leszigeteli az egészet. Viszont, hogyha fogsz egy öngyújtót, egy másodpercre, kettőre meggyújtod, baromi büdös egyébként az a lakréteg, amikor leég, csak szólok, nem kell pánikolni. És maga, amíg lángol, az gyakorlatilag ez a lakréteg, amíg leég, mert maga a drót, az nem tud, hát illetve nyilván el tud égni, de hogy ennyi idő alatt nem a drót ég el, hanem csak a lakréteg. És kapsz egy kis bónuszt is hozzá, méghozzá azt, hogy nagyon faszán össze is ragad. Tehát ahogy elég, nem az egész lakréteg ég el, csak egy része, és a maradék még össze is fogja ezt a kis össze dörről tudtad, aztán fogsz egy egyszerű szikszallagot, vagy igazándiból celluxot, bármit, amit otthon elő tudsz kaparni, hogy ezt egy kicsit össze tud rögzíteni. Mert hogyha ezt így hagyod, akkor szétjön két pillanat alatt, és hiába dolgoztál. Illetve arra még marhára érdemes odafigyelni, hogy amikor össze édesgeted a tuccot, akkor jó lenne, hogyha ezek a kábelek, amiket így egyesével külön össze gyújtogattál és égettél, ne érjenek egymáshoz. Mert ha egymáshoz érnek, akkor elbasztod és megint nem fog szólni a fülesed. Ez az egyik legtöbb hiba, amit én el szoktam követni, hogy na, marha jó, szól, fasza, nagyon jó, akkor szikszallagozzuk össze, és míg összeszikszallagozod, elbaszod az egészet, és kezdheted előről a projektet. Úgyhogy ezt érdemes ügyesen összeszikszallagozni. Igyekszem mutatni, hogy én hogy csináltam, hogy rátekersz egy réteget, utána hozzáfogod az egyiket, mondjuk a négyből, nekem négy van, de ha neked 18 van, akkor azt a 18-ot tök mindegy. Hozzáfogod az egyiket, rátekersz egy szikszalagot, hozzáfogod a másikat, rátekersz egy szikszalagot, hozzáfogod a harmadikat, és rátekersz egy szikszalagot. És akkor biztos úristen, hogy nem tudnak egymáshoz érni a kábelek. Ráadásul, mivel rengeteg szikszalagot rátekertél, egész strapabíróvá válik ez az egész. Gyakorlatilag van valahol egy kép, amit most nem találok meg, de tulajdonképpen az a probléma, amit nem tudsz megoldani szikszallaggal, VD40-nel vagy kötözőpandával, azt már baszhatod is. Szóval szépen lassacskán készül a tutt. Hát nem lesz szép, mert hogy így egymás mellé van fogva a kábel, és így bumszti lesz, mint ahogy látszik, ez sokkal esztétikusabban is meg lehetne oldani. Aki akar, szopjon vele, hogy egymással szemben van a két kábel, és úgy tekered össze. Úgy sokkal jobb, a fülhallgatódnak a kábele sem rövidül meg annyival, viszont én még mindig lusta vagyok, és ennyi. És mivel ott a tetejénél nem égettük le a mondjátok már a lakréteget, így a tetejét csak simán nyugodtan össze lehet na, rohadt bogár. Még ilyenkor is támadnak a bogarak. Szóval a tetejét ezt nyugodtan össze lehet így kötni, ott nem fog egymáshoz érni, mert ott rajta van még a kábeleknek a lakréteg, és simán, teljesen nyugodtan össze lehet nyomni, rá lehet cikszalagozni. Ott nem fog érintkezni. És akkor a kész végeredmény az nagyjából itt látható. Ugye ő van itt összedrótozva. Tök faszán szól. Ezt megint nem tudom átadni. Lényeg a lényeg, hogy sikerült a műtét. A beteg túlélte. Egyelőre még működni fog ez a faszajó kisfejes. Na. Kösz, hogy megnézted. Mala voltam. Sziasztok!